mozgóképizmus, történelem és társadalom ábrázolása filmeken politológus szemmel. Egy két adáson átívelő merényletre készülünk a kedves hallgatók ellen Pár Ádámmal. Jó napot kívánok! A Méltányosságpolitika Elemző Központ képviseletében. Üdvözlöm a hallgatókat! Szervusz Ádám! Egy kicsit a maffia, illetve a szervezet bűnözés világába kalauzoljuk el a rádióhallgatókat. Európa tekintetében, illetve az európai hagyományoknak az Amerikában való meghonosodását is megvizsgáljuk majd. Ez pedig nem fér el egy adásban. Úgyhogy reméljük, hogy aki most hallgat minket, az két hét múlva is fog, mert akkor fogjuk folytatni ezt a témát mindenképpen, és akkor zárjuk le. De most kezdjük is rögtön a jó öreg Európával. Hogyan jelenik meg itt a filmekben, az európai filmekben a szervezett bűnözés, illetve leginkább a maffia ebben az esetben, tehát az olasz szervezett bűnözés? Először is talán tisztázni kell magának ennek a maffia szónak az értelmét, meg az eredetét, mert bár egy bűnszervezetként szoktunk utalni a maffiára, de figyelembe kell venni, hogy ennek nagyon komoly és logikusan kisarjat társadalomtörténeti, történelmi okai vannak, hogy egy ilyen szervezet, egy párhuzamos világ létrejöhetett Dél-Itáliában. Maga a maffia szó az 1863-ban jelenik meg először, mármint úgy értem, hogy a nyilvánosság előtt, méghozzá egy komédia címeként, amelyik a Maffiózó házassága címet viselte, de természetesen maga a szervezet, meg a szervezet köré épülő szubkultúra, mikrovilág, az már hosszú évszázadok óta létezett ekkorra, és a történészek, a bűnözés történetével foglalkozó kutatók nem értenek teljesen egyet abban, hogy mikortól indul ez a történet. A 17. században már tudunk erről a Szicíliát behálózó titkos társaságról, és ennek mindenfajta testvér szervezeteiről máshol, de azt vélelmezik olyan kutatók, hogy ez még messzebbre visszavezethető, azokba a korszakokba, mikor Szicília egy ütközőpont volt, és a francia Anzsuk, meg a spanyolországi aragóniai ház, meg a sváb Hohenstaufen dinasztia, tehát idegen dinasztiák harcoltak egymással Dél-Itáliáért, és Szicília az ő uralmi törekvéseiknek az ütköző pontjába került. Ennél fogva felborult a rend a szigeten, és szükség volt egy olyan erőre, amelyik a közrend fenntartásának és a birtokosok érdekei védelmének a feladatát ellátja. Tehát mondhatni, ez egy ilyen polgári önvédelmi szervezet? Hát egy nemesi önvédelmi szervezetként indult. A maffia szó eredetével kapcsolatban is elég sok elmélet van. Egyesek ezt az arab menedékhely szóra vezetik vissza, hiszen Szicília sokáig arab fennhatóság alatt is állt, de van egy romantikus és a maffia által preferált elmélet a szónak az eredetére. És ez azért érdekes, ez az elmélet, mert icipici magyar, középkori magyar vonatkozása is van, ugyanis a mi Károly Róbert királyunknak a dédapja, Anzsu Károly meghódította Szicíliát, és a Szicíliát védelmező nemesi csapatoknak volt a jelszava, a Morte alla Francia Italia Anela, azaz Vessen Franciaország, éljen Itália, és állítólag ezen szavak kezdőbetűiből alkották meg a maffia kifejezést. Hát valószínűleg ez inkább a 19. századi romantikának a terméke, de hát értelemszerűen a maffia inkább ezt preferálja, mint sem az előbbi földhöz ragadtabb magyarázatot, és ebből már talán sejthető, hogy a maffia egészen másként gondol magára, mint ahogyan a külvilág gondolt rá, vagy ahogyan mondjuk a bűnözés történetével foglalkozók vélelmezik. Ez alapvetően egy olyan titkos társaság volt, amelyik szépen lassan, módszeresen behálózta a szigetnek az egész társadalmát, és egyfajta ellenerőt képviselt a mindenkori Dél-Itáliát uraló spanyol, nápolyi uralkodó házakkal szemben. Nem is nagyon tudnék magyar párhuzamot mondani, ez annyira jellegzetesen szicíliai sajátosság. Hadd tegyek fel egy
George Lucas-i értelmezés tükröző kérdést, hogy hogy lett belőlük a sötét oldal mostanra? Nyilvánvalóan a módszereik azok nem nagyon változtak az idők során, tehát a védelmi pénz szedése az mindig is hozzátartozott a maffiának a tevékenységéhez. Ez akkoriban ezt adónak tekinthettük? Legális adónak? Igen, akkoriban ezt legálisnak tekintették, hogy abból kell kiindulni, hogy a szicíliai főurak, azok Nápolyban, Rómában, Palermóban töltötték az idejüket, ott heverésztek, nőztek, stb. És a tisztségviselők, intézők, akik fenntartották a rendet a nagybirtokokon, és az igazgatták, ők mérték ki a földet a parasztoknak, és természetesen igyekeztek ők jól járni, és igyekeztek, hogy lehetőleg a bérlők, a paraszti bérlők ne járjanak jól. Na most viszont ugye ez állandóan fenyegetett az elégedetlenséggel és a parasztlázadások rémével, ezért ezzel szemben, tehát a népi erőkkel szemben szerveződött meg ez a fegyveres alakulat, ami a maffiának a magját jelentette. Ugye a maffia előszeretettel magát úgy definiálja, hogy ő a szicíliai hagyományoknak, lásd, a család, a vallásosság, a lokálpatriotizmusnak a védelmezője, a gonosz idegenekkel, az északiakkal szemben, ugye nem egy maffia film utal erre a családközpontusságra, a szicíliai társadalmat is úgy fogják fel, mint egy nagy családot, de valójában pont az ellenkezője volt a maffia tevékenységének a lényege, mint amit önmagáról vallott, mint amivel a legitimitását kívánta igazolni, nem Szicília népéért, hanem éppen a népi erőkkel szemben lépett fel, szóval ez nem egy populista, hanem egy elitista szervezet volt. Gyakorlatilag ez annyira így van, hogy ugye 1945 után, mikor Szicíliában is a kommunista párt nagyon megerősödött, és félő volt Olaszországban egy baloldali fordulat, akkor ugye hová fordultak a nagybirtokosok, meg az egyház, meg az antikommunista erők, hát persze, hogy a maffiához fordultak, így van, és egyébként a amerikai hadseregtől kapott fegyverekkel, ugye igyekeztek megfélemlíteni a kommunistákat, tehát a leghíresebb ilyen maffia főnök, Salvatore Giuliano, ő például halomra lövette a május 1-jét ünneplő parasztokat, gyerekestül, asszonyostul, ez volt a Portella della Ginestrai mészárlás, amelyik az első ilyen nagy figyelmet kiváltó és megdöbbentő esemény volt, ugye ott tehát a vöröszászlók alatt ünnepi ruhában felvonuló parasztokat, gyerekeket, nőket hideg vérrel legéppuskázták, és hát ugye ez verte az első szöget a maffia koporsójába, abban a tekintetben, hogy félsziget szerte gyűlölté vált ez a szervezet. Tehát ilyen kétarcú jelenség volt ez a maffia. Tehát ez a történelme, ennyit tudunk róla, honnan indult. Igen. Mit tudunk a film történelméről? Tehát mikor kezdték ábrázolni először a maffiát, és ilyen formában kezdték? Uh-huh. Tehát a sötét oldalként ábrázolták, vagy más kontextusban, hiszen a történet arról szól, amit elmondtál, hogy voltak ők akár jónak tekinthető lázadók is. Legalábbis a saját értelmezésük. Hát a saját értelmezésük szerint igen. Ugye Szicília az egy zárt világ volt, tehát nagyon sokáig a mozi is elkerült ennek a témának az ábrázolását, de mondjuk ennek talán nem annyira félelem volt az oka, mint inkább az elmaradottság, tehát azért egy nagyon szegény világ volt Dél-Itália. Az egyik 74-ben készült maffia filmben a Corleone-ban mondják is, hogy Corleone lakosságának 50% analfabéta, tehát a félsziget déli részén még ilyen állapotok voltak. Ugye ahogyan mondjuk az olasz nemzeti tudat elkezdett egyre jobban kibontakozni, és megjelentek a modern társadalmi mozgalmak, úgy került fókuszba egyre inkább Szicília, benne a maffiával is. Amikor igazán téma lesz ez a 60-as évek, tehát ez abszolút az olasz neorealista új hullámnak a korszaka, amikor felfedezik, hát részben ugye a szicíliai, meg dél-olasz filmesek a saját szűke pátriájukat, részben felfedezi Észak-Dél-Itáliát, mint témát, és akkor ez a kettő, ez összeér egymással.
Most az első maffia filmek azok azt lehet mondani, hogy visszafogottak abban az értelemben, hogy nem feltétlenül a kemény naturalitásra mennek rá, hanem inkább realista módon próbálják meg bemutatni a maffiának az összefonódását a helyi társadalommal. Például a Minta Bagoly nappal című film, amelyik 1968-ban készült, Franco Nero főszereplésével, itt is ugye nagy mélykék szemekkel néz bele a szicíliai tájban, mint abban a bizonyos magyar film eposzban, csak talán... Csak itt nem Magyarországot foglalja el. Így van, és talán itt ennek jobban megvan az indokoltsága, mert hogy ugye ő egy ilyen Milánó környékéről jött, tehát a, hogy is fogalmazom, sztereotíp módon becsületes, tisztességes, olasz, tudatos állampolgár, aki belecsöppen ebbe a késő középkori, vagy késő 19. századi millióbe, hogy itt a fő legnagyobb hatalmasság az nem a köztársasági elnök, vagy a miniszterelnök, hanem a polgármester. És mindenki gyakorlatilag az ő lekötelezettje, tehát ez a Don Mariano de Arena nevű polgármester, ez a zsebében tartja a várost, meg nyilván zsebében tartotta a csendőrséget is, ameddig a mi ambíciózus csendőrkapitányunk ide nem jött, és hát a két szomszéd vár, a csendőrség meg a polgármesteri hivatalnak a küzdelmébe van beágyazódva ez a történet. És akkor Don Mariano személyesíti meg a maffiát ebben a történetben? Abszolút. Vagy ő is csak egy... Nem, ő a helyi maffia főnök gyakorlatilag, és a helyben a lokális kis király, ugye ez megjelenik abban, hogy amikor kimegy a lakásából az erkélyre, akkor ugye éppen kidobolják azt, hogy újra indulnak a közmunkák, és mennyire hálásak vagyunk Don Marianónak, és korábban őt rövid időre letartóztatták, de ugye erre az időre szabad, és akkor a kikiáltó ott kiabálja, hogy Don Marianót visszaadta az úr nékünk, és ott az erkély alatt elmenő emberek, azok tisztelet teljesen megemelik a kalapjukat, meg mondják, hogy kezét csókolom, Don Mariano. Tehát ezzel ugye érzékelteti a rendező, hogy gyakorlatilag ez az ember az nagyobb úr ebben a városban, mint maga a köztársasági elnök, mert hogy ő ad munkát az embereknek, nélküle nem történhet semmi, és hát honnan van mindehhez pénze, meg tőkéje a szegény Szicíliában? Hát a kapcsolataiból, abban, hogy be van ágyazódva ebbe a szervezetbe. Ugye azt emlegetted, hogy azt mondják, hogy az úr visszaadta nekünk. Mi ebben a környezetben és történelmi háttérben a maffiának és az egyháznak a kapcsolata? Ez megint nagyon érdekes, mert ahogy említettük, ugye még az egyház is volt, mikor szövetséges találta a maffiában, és azt tudni kell egyébként, hogy ugye Dél-Itáliában egy eléggé konzervatív, politikailag konzervatív millió volt, és az egyház ugye nagyon sokáig szemben állt a liberális északi kormányokkal. Most ebben a helyzetben ugye természetesen ugye az egyház az még inkább közelebb sodródott a konzervatív erőkhöz, amelyek viszont ugye elég erősen a maffiával összefonódtak. Na most Don Mariano ő például arra hivatkozik, hogy ő egy nagyon becsületes keresztény ember, minden vasárnap ott van a templomban, és adakozik, és hozzáteszi, hogy az egyház ereje abban áll, hogy az embereket hagyja, hogy úgy keressék a boldogulásukat, ahogyan akarják. Magyarán szólva, ő megteszi külsőleg a vallási kötelezettségeket, de innentől kezdve ne szóljon bele senki, hogy ő mit csinál. Ugye a csendőrkapitány meg rákérdezi, na és mi van az evangéliummal? Mert hogy az evangéliumban, meg hát a 10 parancsolatban ugye szerepel, hogy szeresd fele barátodat, ne ölj, meg ugye add meg az államnak, ami az állami, nem ezekkel a szavakkal, de add meg a Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császáré. És hát a Don Marián azt mondja, hogy egy gyönyörű szép mese az evangélium, de egyébként ő nem hisz az emberek egyenlőségében, és ő az emberiséget, ahogy kifejezi, 5 nagy csoportra osztja. Vannak az emberek, akik kevesen vannak, hozzájuk képest többen vannak a félemberek, még többen a negyedemberek, de tized annyian sincsenek, mint a ganajtúrók, és a legtöbben azok a hápogó
ostoba kacsák vannak. Tehát ezzel kissé ilyen... Nekem Nietzsche jut eszembe róla. Pont ezt akartam mondani, hát eléggé felszínes, hogy ez talán Nietzsche is kicsit komplexebben gondolkodott, de hát igen, tehát ő magát felsőbbrendűnek vallja, és általában a mafiózók maguk az felsőbbrendűnek vallják ebben a világban, és a külvilágot úgy tekintik, mintha ilyen személytelen tárgyak népesítenék be. Mondhatjuk azt akkor, hogy abból, amellett, hogy azt mondják, hogy a keresztény szemléletből indulunk ki, amellett tulajdonképpen azért egy sajátos értékrenddel bírnak a maffia történeteknek a szereplői. Így van, egy sajátos értékrend. Ugye egyik oldalon megy ez az állandó dumálás, hogy ugye persze a családot össze kell tartani, meg testvérek vagyunk, és ugye persze megbecsüljük a barátságot, mert te is szicíliai vagy, én is az vagyok, vagy ahogy a Corleone című filmben mondja a mafiózó intéző, hogy számára a barátság az olyan fontos, mint a templomi ostya, és ezért ugye nem áll bosszút a főhősön, de a másik oldalon pedig megy kíméletlenül a védelmi pénz, a terror, a demokratikus, baloldali, vagy bármifajta modern törekvéseknek az elfolytása, ami veszélyeztetheti ezt a patriarchális rendet. Illetve egyfajta feudális rendet is, hiszen a földbirtokosok próbálják a hatalmukat megtartani ezen a módon, hogy a maffia segítségét veszik igényel. Pontosan. Persze aztán kis összefonódik ezzel a feltörekvő iparos nagypolgárság, tehát egy idő után mindenkit magához húz a maffia, miután nem lehet nélküle lélegezni. Más kiemelkedő példát tudsz megmondani esetleg az európai filmtörténetben? Hát akkor, ha már ennyit említettük, akkor a Corleone-t még azért hagyd mondjam el, hogy ebben egy fiatal parasztlegény Vito Gargano-nak a mafiózóvá válását mutatják be, és itt is majdnem tanúi leszünk a Salvatore Giuliano féle tömegmészárlásnak, de itt szerencsére elmarad, ugye Michele Labruzzi, fiatal kommunista paraszt rávezeti a bárónak a földjeire a bérlőket 45-46 táján, és akkor ugye a mafiózó intéző az Vito Gargano-hoz fordul, méghozzá zsarolással, mert hogy Vito Gargano korábban önvédelemből megölte a földbirtokos egyik emberét, ugye akkor az intéző futni hagyta, mondván, hogy hát te barátja vagy annak, és ugye számomra ez szent dolog. Most viszont ugye azzal zsarolják, hogy meg kell ölnie Labruzzit, a barátját, és ez be is következik. Tehát más kérdés, aztán később sok jelenettel odébb ugye Gargano megöli az intézőt is, és ugye a hulláján feljebb emelkedik a szervezetben. Szóval azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól bemutatja, hogy milyen társadalmi millióból jön ez a maffia, és persze ugye nincsen megállása a lejtőn, tehát a Gargano is ugye először építési vállalkozó lesz, ugye a háború utáni évek, építkezések, közmunkákat elkezd irányítani, hát ugye a közmunkák, igen, és aztán jön utána az, hogy beépülni a gazdasági életbe, Milánóba, Rómába, beépíteni az embereinket a különböző minisztériumokba, és megtudni a füleseket, hogy mi zajlik ott, és aztán jön utána még, hogy gyerekrablással zsarolni. Tehát egyre mélyebbre süllyed Gargano ebben az örvényben, és aztán persze ugye felmentik, mert a maffia hamis bizonyítékokat kreál, de amikor meginog a széke a képviselőnek, aki addig hát védte, mert ugye kézkezett most alapon, akkor azt tanácsolja a képviselő, hogy hát utazzon el, mert már nem tudja őt pártfogolni. És ugye a vége a filmnek az, hogy természetesen jön egy rivális, aki meg az ő hulláján akar feljebb emelkedni ebben a táplálékláncban, és ugye megölik a fiának a szeme láttára, szóval eléggé szörnyű film, viszont reálisan bemutatja ezt a télolasz maffia jelenséget, meg ugye a Pentitónak a jelenségét, tehát ők voltak azok, akiket elfogtak és kitálaltak a rendőrségnek. Az egyik ilyen Pentito ugye benn van a börtönben, és egy szicíliai börtönőrt rendelnek mellé, azért, mert nyilván ő ismeri a maffiának valamelyest a módszereit, tehát meg tudja védeni, de még a börtönőr még a levessét, meg az ételét, mindegyik ételét is megkóstolja, hogy nem csempésztek-e bele mérget. Tehát a börtön konyhában készült koszban nem tettek-e mérget, ennyire törekedett a maffia, hogy eltegye lábalul azokat, akik valaha a tyúk szemére léptek. Ezekhez a művekhez képest a
sokak által ismert, Magyarországon legalábbis, és az én, illetve az idősebb, vagy a mi, fogalmazunk így, és az idősebb generációk részéről ismert Polip című sorozat, az miben különbözik? Ugye ez már egy másik korszakon van az értelemben, hogy ugye ez a 80-as évek és a 90-es évek világ, amikor már azért kicsit többet lehetett tudni a maffiáról. Ugye egyre több maffiózó került horogra, és megtörték az omertát, tehát a hallgatásnak a törvényét, és egyre többet sikerült megtudni erről a rejtélyes szervezetről. Úgyhogy például a Polip is már tudta a maffia taggá avatásnak bizonyos szertartásait bemutatni, tehát az egyik évadban volt, hogy hogyan avatnak fel valakit, kicsit ilyen álszabad kőműve, hát ugye most ennek úgyis divatja van, álszabad kőműve szimbólumok között, és ejt a keresztapa egy sebet az ujján, rácsöppenti egy Szűzmária képre, és meggyújtja, és onnantól fogva tag. Tehát ezeket mind reálisan be tudták mutatni. Ugye Cattani felügyelő az, aki itt a maffia nyomába ered a szigeten, hát egyre több a bajós jel, vele se akar ugye senki együttműködni, pont mint korábban a csendőrkapitánnyal a másik filmben, ugye az egyik munkatársát megölik, ugye elfogja az egyik neves maffiózót, annak viszont sikerül mérget tenni az ételébe, és meghal. Tehát egy ilyen kilátástalan küzdelemként ábrázolja ez a sorozat a maffia csápjainak a levágását. Tehát hiába vágnak le egy-egy csápot, mint Terrazini ügyvédet, aki az első két évadnak az ilyen fő gonosza, de mindig újra növeszti a csápját a maffia, mert azt kell itt megérteni, és ezt nagyon sokáig az olasz hatóságok nem értették meg, hogy ez nem egy rendőri kérdés, tehát a maffia nem egy rendőri kérdés, hanem egy társadalmi kérdés. És ezért val kudarcot ugye a csendőrkapitány is, mint a Bagoly nappalban, az ügyész a Corleone-ban, és végső soron ugye Cattani meg a kollégái is csak részsikereket aratnak a Polipban, mert magát az egész szervezetet soha nem lehet felszámolni, hiszen az a dél-olasz múltból fakad, az elmaradottságból, ami még mindig megvan észak és dél között, még mindig van ez az elmaradottság, és hát ugye látjuk, hogy újabb problémák is érik Szicíliát, tehát van egy olyan társadalmi